Sziasztok! Ez ismét egy Mit ettem ma videó lesz. Egy kis info ehhez a mostani videóhoz. Én most néhány napja egy 1500 kalóriás, 160 g szénhidrát tartalmú étrend szerint étkezem. Ez dietetikus által összeállított étrend, és nagyon bízom benne, hogy a mozgással kombinálva segíteni fog a fogyásban. A reggel természetesen kávéval indítom, ez a Dolce Gusto Café Olé teljes kávé, amit édesítővel és mandulatejjel iszok. A reggeli ezúttal két főtt tojás, amit sajnos sikerült kicsit túlfőznöm, bár én a light tojást nem szeretem, de ennyire azért nem szoktam keményre főzni. Két szelet teljes kiörlésű kenyérrel és egy csomó zöldséggel eszem. A 10 óraim egy alma és két szelet light sajt, ha jól emlékszem, akkor ez egy frikó light sajt. Az ebédem ugyanaz, ami előző nap is volt, direkt dupla adagot készítettem belőle, ez feta sajtos csirkés kuszkusz saláta, van benne grillezett csirkemell, kuszkusz, paradicsom, paprika, feta sajt, illetve én szórtam rá egy kis needlinget is. Az uzsonnám epres túró krém, amit nagyon egyszerű elkészíteni, kell hozzá túró, natúrjogurt, egy kis édesítő és természetesen eper. Villával összetöröm a túrót, azután hozzákeverem a joghurtot és egy kis édesítőt, végül pedig hozzákeverem az epret. És már készen is van. A vacsorán pedig mozzarella kápréze lesz. Felszeletelem a paradicsomot is és a mozzarellát is karikákra. Szépen elhelyezem őket a tányérom, majd megszórom egy kis sóval, borssal és bazsalikommal, meglocsolom extra szűz olívaolajjal, és két szelet teljes kiörlésű kenyérrel szépen megeszem. Ennyi lett volna ez a mai videó, hogyha tetszett nektek és szeretnétek még több ilyet is látni, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!